itt vagyunk, önök a Sportverdát, Magyarország első sportautó magazinjának 8. adását látják. Én pedig Tordai István vagyok, ez pedig egy versenyautó, úgyhogy csapjunk bele csóba. Meg annyi levelet, hozzászólást kaptunk már, miszerint is a széria sportautókon kívül miért nem mutatunk be olykor-olykor egy-egy versenyautót. Kérem szépen, az önök kérése számunkra parancs, úgyhogy jöjjön most egy rallycross versenyautó és a magyar bajnok Majerszky Gábor. A rallycross és a rally abban különbözik egymástól, hogy zárt pályán versenyzünk, aminek a talaja az változó minőségű, aszfalt és murva, többen megyünk egymás ellen, navigátor segítsége nélkül, tehát egyedülünk az autóban, és testesteleni harc tulajdonképpen egy ilyen kis modern gladiátor játék. Egyszerű, elmondás lényegre tudok kérdésem, ez mi? Nyomja meg a piros gombot és nyugodjon békébe. Ez a tűzoltó berendezésnek a kültéri kapcsolója, hogyha esetleg fölborulnánk, vagy valami probléma lenne, akkor itt gyakorlatilag a pályamunkások, ha ezt kihúzzák, akkor az egész autót elönti a por. Ezt a motort ti építettétek, jól tudom. Így van, ez egy utcai autónak a motorja, csak fel van tuningolva. Igazából a szerkezet lelke az a váltó, ami egy egyedi tervezési váltó. Egyenes fogazású, aszinkron kapcsolókörmes váltó. Ennek az a lényege, hogyha a gáz nyomom, akkor olyan hangja van, mintha egy villamossal mennék. Az egyenes fogakból adódóan kuplungolás nélkül is lehet váltani, és sokkal rövidebb az áttételezése. Tehát nagyon jól gyorsul az autó, viszont kicsi a végsebessége. Pontosan mit tud, milyen számokat? 172 lóerő és 190 Nm. Nem kell nagy végsebesség, 150-nél gyorsabban nem nagyon megyünk zárt pályán, viszont nagyon jó gyorsulás és rugalmasság kell. Ez az autó kb. 5,5 másodperc, ha gyorsul állóhelyzetből 100-ra. Hát azt nem mondanám, hogy teltház van bent. Mi micsoda? Csak a legszükségesebbek. Itt is van kis piros gomb neked. Tűzoltó berendezés gyanánt, egy központi óracsoport, amiben olajnyomást, olajhőfokot, vízhőfokot látunk, illetve fordulatszámot. Minden, csak a sebességet nem, ugye? Azt nem, az nem fontos. A kézifék az is van speciális? Nem rögzítésre használjuk általában, hanem kanyarba. Kicsit ezzel egyengetünk, illetve rajtolásnál ezzel feszítjük össze az autót, egy kis kuplung gáz, behúzott kézifék, összeül az autó, összefeszül minden. És a végén van egy aprócska gomb, az a rajt elektronikája, amíg azt nyomva tartod, addig gyakorlatilag ő ad egy tiltást a motornak, és innen tudunk elrajtolni a lehető legjobban. Tudom, hogy azt fogod válaszolni, hogy nem, de szokták az úton gyorsan menni? Közút nem versenypálya, ez a hivatalos szöveg. Megesik. Ilyet láttál már? Látni láttam már, igaz csak képeken, nem volt szerencsém még kipróbálni. Ha az, aminek látszik, akkor lehet, hogy sok pénzt lehetne vele spórolni, ha egyszer beruháznék egy ilyenre, de még nem volt szerencsém kipróbálni. Ez egy radardetektor, 360 fokban látja a lézersugarakat. Mindenki azt hiszi egyébként, hogy ez egy abszolút törvénytelen kütyű, de nem az. Nem az. Magyarországon jelenleg olyan tiltószabályozás nincs, mint az Unió sok más országában. Itt ezt még lehet használni, bár a rendőröknek nem igazán tetszik, mikor benéznek. Valószínűleg nem vagy szimpatikus nekik, de én is úgy tudom, hogy jó kézak van ez ügyben, úgyhogy kipróbálnám mindenféleképpen. Visszahozza az árát? Szerintem igen. Hosszú távon biztosan. Jó, tegyük el inkább. Ahogyan a G37 kupénál is említettem, hát az Infinitik látványától a szebbik nem bizony elolvad. És hogy fényderítsük arra, hogy mi ez a különös vonzalom a nők és az Infinitik között, meghívtuk egy gyönyörű nőt, aki nem más, mint Szekeres Nóri. Mi tetszik neked ebben az autóban?
Igazából én mindig nagyon szerettem az Infinitiknek a vonalvezetését, szerintem gyönyörű a külső dizájnja. Egyébként szerintem már eleve a márkajelzés nagyon jó. Tehát már az is nagyon jól néz ki. És a terepjáró kínálatban szerintem ez a legnőiesebb autó. Wow! Azért a dizájn, az itt is megjelenik, gyönyörű. Nagyon szép ez a barna belső. Elfelejtettük megnézni a tükröt itt. Ó, oh, és van, igen, megszoktam én is. Na van. Na, és van tükör, sőt, lámpás tükör van. És a másik oldalon is van? Ott természetes. Igen. Igen. Csak ez nekem nem kell. Neked nem. Hát ennyit a 3700 köbcentis motorról, komolyan mondom. 320 lóerő. Nem, csodálatos, hogy nagyon erős ez az autó. Látok, ember vagyunk, úgyhogy így nem fog elindulni. Na most fássuk. De azért hallani. Na hát gyorsan eljutottunk a következő pirosi. A V-motor ennél általában azért hangosabb? Na nagyon szép csendes. Oké. Jó a féke is. Most már szövet. Kezdek félni. Nem, mindig nehéz egyébként a nőknek szerintem, hogyha a pasi ül mellettük is úgy kell vezetni. Én hát még mögéd is, de akkor hárman tolna súlánkot, akkor felettük a technikussal. Figyeld, nézik, láttad, hogy a nő utána fordult? My friend, if it makes you feel alright, I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Hát ez csodálatos volt. Mi érdekel még? Csomagtartó. Mennyi pakolóterem van? Nem annyira nagy ez a csomagtartó. Kicsi. Kicsi, mondhatjuk ezt nem is. Nem merted ki mondani? Igen. Kicsi. Nyugodtan. Nekem kicsit nagy a motor, tehát nekem túl erős. Lehet, hogy ezt teszi most már tényleg annyira férfias sem. Ez szerintem külsőleg ez abszolút egy női autó, de az ereje az most már nagyon férfias. Egyébként szerintem azt lehet róla mondani, hogy ez az autó a szabadidőautók nyugalmát ötvözi a sportautók rakoncátlanságával, de sokkal-sokkal jobban előtérbe kerül már a sportosság ennél a gépből. Nm-es nyomaték maximum. 700 lóerő. A végsebesség 340 km/h. Ez az Abt Audi RS6. És akivel ezekről a bődületes számokról beszélgetni fogunk, az Gültler Tamás. Alapesetben 580 lóerő, magában is kegyetlen, 650 Nm-es nyomaték, de mégis milyen ez a motor? Ez tulajdonképpen egy V10-es 5 literes TFS-i motor, amihez szintén hozzányúltak az APMérnekei. Nagyon sokan kérdezik, hogy miért kell hozzányúlni ez a motorhoz, hiszen alapból is már nagyon erős. Hát ugye ebből is látszik az, hogy az APMnak ugye egy alapmondása, hogy nekik semmi nem elég, tehát amit lehet, azt mindent tuningolnak és mindenhez hozzányúlnak. Ebben a motorban, miután eleve két turbóval rendelkezik, elég sok tuning potenciál volt, vagyis hát van is, és ezért tulajdonképpen azt mondták, hogy akkor ezt nézzük meg, hogy mit bír, és 700 lóerőre lehetett felhúzni 800 Nm-es nyomatékra, úgy, hogy ez az autónak az élettartam rovására nem megy. Kipróbáltuk, azt el tudom mondani, hogy iszonyat. 4,3 másodperc alatt van 100-on, 9-10 másodperc környékén 200-on, 340 km/h a végsebesség, és 290-ig úgy megy, mint aki zsinóról húznak, hátul pedig lökik. Mi értelme egy limuzinból, tovább megyek családi autóból, sportautót faragni? Először is valószínűleg nagyon sok ember
nem szeret olyan kirívó autóval járni, mint mondjuk egy Lamborghini, vagy egy Ferrari, vagy ugye az összes többi kategória. Viszont ettől függetlenül ugye a lóerőt, a sebességet, ugye a teljesítményt szereti. Másik oldalról viszont ugye nagyon sokszor probléma az, hogy ezeknél az autóknál lehet, hogy elő kényelmesen elfér ugye a sofőr, vagy akár ugye még az anyósülésen is el lehet férni, viszont hátul már nagyon kicsi hely van, tehát általában ugye ezek két személyes autók. Igen ám, de mondjuk egy négy tagú családnál, ahol ugye van egy apa, egy anya és mondjuk két gyerek, ott ugye, hogy úgy mondjam, nem tudja eldönteni, hogy van egyszer egy sportautó, amiben nem tudja a családot vinni, vagy van egy családi autót, viszont nincs teljesítmény. Mint említettük, ez egy limuzin, de általában az RS6-ok hova tovább kombik szoktak lenni. Ez hogy limuzin? Hát miután elsősorban ugye ez az autó azt hivatott demonstrálni, hogy lóerő és teljesítmény és ezek a dolgok, természetesen, hogy arra is odafigyeltünk, hogy minél könnyebb legyen az autó, és hát ugye egy limuzin és egy kombi között közel 200 kg súlykülönbség van, tehát természetes, hogy ezért is lett limuzin rendelve. Másrészt pedig ez zárójelben kuriózum, mert általában RS6-ot mindenki kombiként ismeri, valamiért mindig ugye ez a kombi jut eszünkbe. Ez egy limuzin. Jó magam, az a típusú játékos voltam, akire azt mondták a nagy öregek, hogy benne van a gól. És azt hiszem, hogy 34 év távlatából nyugodtan elmondhatom, hogy az a bizonyos gól hát bennem is maradt. Most minden esetre nem kisebb megtiszteltetésért, mint hogy a Ferencváros szentélyében csinálhatom meg a cselt, löbölhetek középre, használhatom ki a folyosókat, szöktethetem magam természetesen hosszan. Hát több szakzsargon most nem jut eszembe. Dorszodúró. Így nevezik Velence egyik városrészét, és így hívják az Aprilia csodálatos élménymotorját is. Hogy miért? Mert jól hangzik. És egyébként is az Aprilia gyár közel van Velencéhez. Logikus, nem? Nem. De jól hangzik. De ezt már mondtam. ...750 köbcentis, két hengeres V-motor, amely az Aprilia tetszetős naked bike-jával, a Shiverből származik, és csak úgy, mint ott, itt is 95 lóerőt képes felmutatni. A nyomaték értéke 82 Nm, tehát az is megegyezik, csak ebben az esetben a dorszodúró sokkal előbb adja le. Nem kell megijedni, nem igazolt le Berki Krisztián. Pusztán csak arról van szó, hogy az imént említett úriember, aki nem más, mint a Fradi labdarúgó csapatának vezérigazgatója, bizony imádja a kétkerekűeket. Krisztián, te praktikussági szempontokból, vagy inkább az élmény miatt jársz motorral? Igazából két dolog miatt járok vele, egyrészt praktikusságból, a másik része pedig az élmény. Munkámban nagyon fontos a praktikusság, rengeteg cuccom van, mind a ülés alá, mind pedig adott esetben a dobozba tudok rengeteg dolgot pakolni, úgyhogy alapvetően ezért járok. Rengeteg a cuccod és rengeteg a dugó mostanság, ugye? Így van. Mi most hoztunk neked egy fickós gépet, de előbb föltennék egy kérdést. Másfajta motorokkal mentél már a robogodon kívül? Én is kisebb köbcentis motorral kezdtem, 50 köbcentivel, aztán 105, 250 és így fölfelé. Mi volt a csúcs? 1000, RSV Müller. Júj. Azonban azt gondolom, hogy most már lenyugodtam, és nem hiányzik az a fajta stressz és az a fajta adrenalin, amit a motor tud adni az embernek. Dorszodúró. Ránézésre mit mondasz? Ránézésre az látszik már, hogy egy nagyon-nagyon erős motorról lehet szó, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Na mit szólsz? Második gyerekkor? Igen, abszolút. Szenzációs. Én azt gondolom, hogyha bárki, aki ezt kipróbálja és vágyik arra a fajta csúsztatásokra, egy kerekezés, akkor ezzel a motorral ezt teljes mértékben véghez tudja vinni.
Hogyan néz ki egy klasszikus roadster? Nyitott rövid karosszéria, két ülés. Jöjjön a Mercedes SLK osztályának csúcsa, az 55 AMG. Érdekesség, hogy mit jelent az SLK kifejezés. Ebben az esetben ugye sportlich, light und kurz. Tehát sportos, könnyű és rövid. Egyébként ezt az osztályt 1997 óta gyártja a Mercedes. Folytatva a sort 55, ez pedig a motorra utal, úgyhogy menjünk előre és nézzük meg azt. 5500 köbcentis, 8 hengeres V-motor, amely hát meglehetősen mérges tud lenni, 360 lóerő a maximális teljesítménye. Ehhez a bődületes teljesítményhez mindössze 12 literes fogyasztás társul, és akkor most térjünk át arra, hogy mit jelent egészen pontosan az AMG kifejezés. Az AMG egy fejlesztő csapatot takar, amely nem csak a versenypályákat, de a hétköznapok számára is gyárt nagy teljesítményű autókat. Emlékeznek még az SL65 AMG-re, amely ennek a gépnek gyakorlatilag a nagy testvére? Most, ahogyan ott mondtam, és ide fogod bevágni, Robi, azt a tátara. Ez a cég egyébként az egy ember, egy motor elvet vallja. Ez annyit tenne, hogy egyetlen egy szakértő, egy szerelő szereli össze a motort, és utána azért felelősséget vállal, mi több, aláírásával egy kicsi lapon igazolja, hogy elkészítette a gépünket. Ő pedig nem más, mint Uwe Kumber. És akkor folytatom. Amit látják, itt is ugyanaz a helyzet, csak itt a gyártó más. Egészen pontosan Thomas Constantin. Ami még az AMG-től származik, a teljesség igénye nélkül itt ugye kint, spoilerek, felni, nem látszik ugyan, de sportfutómű van alatta, nagy teljesítményű fékek, és AMG sport kipufogó rendszer zárja a sort. Ezekre a módosításokra azért is szükség van, mert az SLK mindenféle elektromos tiltással együtt 250 km/h. A sportosság belül is folytatódik, és szintén a teljesség igénye nélkül. Nappabőr kárpitozású sportülések, ergonomikus kormánykerék, 7 fokozatú automata Speed Shift AMG váltó. Bevallom, az előbb a stábbal azon vitatkoztunk, hogy mindenki szerint a külseje jól néz ki, a belseje viszont németesen unalmas. De nekem pont ezt tetszik benne, hogy nem hivalkodó. Egyszerű, de jó. Van valami, ami az AMG Mercedeseket az összes sportautótól megkülönböztetik, az pedig a picit magasan rezgő, érces hangja a kipufogónak. Nekem talán ebben az autóban ez a kedvencem. Egyszerűen hallani, hogy V-motorja van. Hát ez azért hátborzongató. Többször említettük már, hogy a régi sportautókat hát nem könnyű vezetni, de szerintem ebben van a varázsuk. És hogy a régmúlt technikai vívmányait szembeállítsuk jelen korunk követelményeivel, hát kérem szépen, körülöttem egy tesztpálya mindenféle akadállyal, mögöttem pedig egy 67-es Mustang. És aki azt elhozta nekünk, Kéder Melinda. Melinda. Mindjárt menni fogunk, te is és én is, de előtte egy pár szót a gépről. Ez egy 1967-es Ford Mustang Fastback GTA. 1967-ben a Mustangnak ez volt a csúcsmodellje, körülbelül ilyen 200-250 lóerős. Oké, nekünk most vezetni kell még hozzá akadályok között. Ezek az autók mindennapi használatra alkalmasak, úgyhogy végig kell tudnunk menni rajta. Te kezded vagy én? Szerintem kezdte. Nos, az első feladat szerintem nem lesz túl nehéz, egy slalom, tekintve, hogy az autóban van szervókormány.
megoldható. Nem egyszerű, mert alig látok valamit, akkora orra van. De azért megoldom. A következő feladat, hát be kell tolatni hátra, ami azért nehéz, mert egyrészt elég rosszul tolatok, másrészt viszont semmit sem látok hátra. Ez is megvan. Falral be kell tolatnom egy elég szűk helyre, úgyhogy hajrá! Hát engem avval vallatni lehetne. Semmit nem látok a tükörben. Most van az, hogy szerintem elszúrtam. Ettől egyébként a városi forgalomban is félek. Sőt, nem is szoktam megkockáztatni. Inkább olyan helyre megyek, ahol simán be tudok parkolni. Nem látok semmit az orrától. Jó, én szerintem megvan. Ez megvan, ugye? Újabb feladat következik. Hátramenet, kemény gyorsítás. És itt, ennél a két guminál el kell kezdeni fékezni, majd a vonalon megállni. A vonal előtt lehetőleg. Kemény gyorsítás az Mustang módjára emígyen néz ki. És fék. És egyrészt nem álltam meg, másrészt lefulladtam. Az a baj, hogyha nagyon fékezünk, akkor befog a tárcsafék és lefullad. A következő feladat, tekintve, hogy megbuktam, nagy sebességgel slalom. Nem egyszerű, és nem könnyű. Az a baj, hogy abszolút nem látom az orrát. Előbb látom az enyémet komolyan. Favágó sört rendel. 5 sört kérek. Nem egyet, nem kettőt, nem hármat, nem négyet, 5-öt. No! Sikerült leboltanod azt a részleget ott lent. Igen, elég gyakran járok ilyen autókkal, és tehát ennél nagyobb helyekre szoktam beparkolni, éppen amiatt, mert nem látok ki belőle termetemnél fogva. Hát egy-egy lehet, úgyhogy csak gratulálni tudok. Én úgy látom, hogy ezzel az autóval azért simán, simán végig lehet csinálni egy ilyen pályát. Ez így van. Hát ennyi volt már a Sportverda. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket figyelmükkel. Új adással egy hónap múlva jövünk ismét. Addig is, viszontlátásra!